Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a D+ Televízió Kultúrköz című magazin műsorát látják. Nagy sikerrel rendezték meg az újévi gála koncertet a Bartók Kamara Színházban. Az esten felléptek a Sándor Frigyes Zeneiskola növendékei és tanárai, a sztár fellépő pedig a Budapest Klezmer Band volt. A hagyományokhoz híven újévi gála koncertet tartott a Sándor Frigyes Zeneiskola és az égisze alatt működő Szonáta Zeneművészeti Alapítvány. Ez volt már a 9. ilyen rendezvényük, amelyre most is megtelt a színház nézőtere. Nem titkolt célunk volt annak idején 2011-ben, amikor rendeztük az első újévi gálát, hogy egy városi rendezvényt szervezünk, oly módon, hogy a zeneiskola növendékeit, a zeneiskola munkásságát bemutassuk a városlakóknak. Hiszen az volt a célunk azzal, hogy mindig, minden egyes alkalomra egy híres, neves előadót vagy egy zenekart hívunk meg, hogy kicsit becsempészük a zeneiskola munkáját a városlakók életébe, és ezáltal egy vidám, jó hangulatú újévi gála koncertet szervezünk. Ez olyan érdekes, mert évről évre amilyen hangszeres előadó művészt hívtunk meg, megfigyelhető volt, hogy annak a hangszernek növekedett a népszerűsége. Tehát a következő tanévben nagyon sokan jelentkeztek, például első évben volt egy hegedűművész meghívott vendégünk, és akkor nagyon sokan jöttek például hegedűt tanulni. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó reklámja a hangszereknek is, és akkor ezáltal a fiatalokat is be tudjuk cserkészni a zeneiskola életébe. A gála első felében a zeneiskola tanárai és növendékei léptek fel, összesen 8 produkciót mutattak be különféle formációkban. Fellépett a jazz és a fafúvós kamaracsoport, a harmonika zenekar, a vonós zenekar és a fúvós zenekar is. Az est második felében a Budapest Klezmer Band koncertezett. A klezmer zene a közép-kelet-európai zsidóság hagyományos, tradicionális hangszeres népzenéje. A II. Világháborúban ez az irányzat majdnem teljesen elveszett, ám azon klezmer zenészek utódai, akik Amerikába vándoroltak ki, újraélesztették, és a 60-70-es évektől jutott vissza Európába. Sorra alakultak zenekarok, akik klezmer zenét játszottak, Magyarországon pedig úttörőnek számított e tekintetben a Budapest Klezmer Band. ...1990-ben alakultunk, hát ezt most már nagyon nehéz is kimondani, hogy hány éve, tehát közel 30 éve játszunk együtt. Akkoriban még ez nagyon újdonságnak számított, de azóta már hál' Istennek nagyon sok követője akadt a zenekarnak, sok klezmer zenekar van Magyarországon, és a world music irányzaton belül pedig kimondottan reneszánszát éli ez a műfaj. Az Operett Színház zenekarából származnak egy páran, jó magam is, ott ismertem meg Feggyát Jábori Ferencet, a zenekar vezetőjét, és alapítottaknak számító Kohán István, aki klarinéton játszik, tehát mi vagyunk hárman, akik alapítottuk, tehát az alapítókból a jelenlegi felállásban hárman vagyunk a zenekarban, mi mindannyian az Operett Színház zenekarában játszottunk, a többiek később csatlakoztak a zenekarhoz. Természetesen nagyon jobban vagyunk, kis családnak mondhatnánk magunkat, de mindenki profi, tehát nem úgy alakult a zenekar, hogy tudtunk játszani bizonyos hangszerekre, mindenki kijárta azt a bizonyos magas fokiskolát, ami a profizmushoz szükséges.
Lendületes humorral átszőtt színpadi fellépésük nagy sikert aratott, hangulatos előadásuk méltó megkoronázása volt a 9. újévi gálának. Használd a képzeletet címmel újabb kiállítás nyílt a Munkásművelődési Központban. Az intézmény folyosó galériájának ez már a 34. tárlata, amelyen Éli Irián képeit lehet megtekinteni. Eredeti formabontó képek díszítik a Munkásművelődési Központ folyosó galériájának falait. A színvilág pedig harmóniában van minden egyes alkotáson, ami azt árulja elkészítőjéről, hogy legyen bármilyen hangulatban is, a lelke egyensúlyban van. Éli Irián, vagyis Éliás Irén foglalkozását tekintve bolti eladó. A művészet néhány éve fészkelte be magát a mindennapi életébe. Autodidakta módon sajátította el azon különleges technikákat, amelyekkel a képeit is készíti. Nézegettem videókat, hogy hogyan készítenek mondjuk fát, vagy bármilyen, de aztán úgy döntöttem, hogy én inkább ilyen absztrakt dolgokat akarok csinálni, és akkor először ecsettel kezdtem el dolgozni, és az volt a tervem, hogy mindenféleképpen olyan textúrája legyen, hogy ne legyen síkba, és akkor vastagon vittem fel ecsettel a festéket, és akkor így is ilyen fura formákat ugye kiadott meg minden, és ezt így nagyon élveztem, mert csak ez ugye időigényesebb, hogyha ecsettel dolgozunk, és akkor van, hogy egy fél év, mire elkészül egy kép, és akkor ahogy így keresgéltem más technikákat, akkor láttam, hogy vannak olyanok, hogy akrilfestéket felhigítanak, külön keverem ki a színeket kis poharakba, egy-két csepp szilikonolajat teszek hozzá, hogy aztán egy kicsit így szétválasztja majd a színeket, és akkor egy pohárba azokat a színeket, amiket kiválasztok, azokat így és különböző sorrendben egymásra öntöm, és akkor ráfordítom a vászonra, és akkor gyakorlatilag csak így el kell teríteni rajta, és akkor van egy ilyen kis égetőm, egy ilyen kis fákja, ilyen cukrászfákja, és akkor azzal egy kicsit így felhevítem még a tetejét, és akkor így kipukkadnak a buborékok, és akkor így ilyen klassz dolgok keletkeznek. Hosszas tervezés után pontosan 5 évvel ezelőtt festette első nagyobb képét. Innentől aztán olyannyira kedvet kapott az alkotói munkához, hogy hobbiává vált a festészet. 5 éve festettem az első igazi nagy képet, azt 4 évig terveztem, és akkor még már annyira megtetszett, hogy akkor így elkezdtem, és akkor így, ahogy az egyik elkészült, ugye mert akkor még ecsettel dolgoztam, akkor utána ugye jött a másik, és nem bírtam abba hagyni. És akkor menet közben megláttam, hogy mindenféle más, hogy is lehet nem csak ecsettel dolgozni, akár kézzel, vagy papírt nyomnak rá, tehát tényleg millióféle lehetőség van, és akkor megtetszett ez, és akkor ezt így megpróbáltam elsajátítani úgy, hogy gyakorlatilag vagy angolul volt valami, tehát hogy annyira nem fordítgattam, hanem csak így a képet nézve. Így egy körülbelül egy év alatt valamennyire megpróbáltam így egyedül kitökéletesíteni, így kikísérletezgetni, és akkor végül is annyira megszerettem, hogy tényleg sok lett. A családtagok, barátok arra biztatták, hogy mutassa meg ezt a sok szép alkotást a közönségnek is. Így született meg tehát élete első kiállítása, amelynek megnyitója január 14-én volt a Munkásművelődési Központban. A festészet mellett egy másik hobbija a fotózás. Szociofotókat nagyon szeretem, ilyen szituációkat, ilyen pillanatképeket elkapni gyerekekről, akár állatokról, vagy tényleg emberek, ahogy beszélgetnek, azokat nagyon szeretem. De bármit, tehát most egy poharat is szívesen lefotózok, úgyhogy mondjuk szerintem jól néz ki. Mint mondta, a jövőben szívesen tervezne foglalkozna komolyabban is a művészettel, de ehhez még nem érzi magát kellőképpen magabiztosnak. Viszont büszke arra, hogy megrendezhette első önálló kiállítását. Hogy megtapasztaltam azt, hogy tényleg mennyi évet kell beleáldozni, és tényleg dolgozni dolgokon, bármiről legyen szó, hogy elérjünk valamit, és hogy ez ilyen nagyon klassz érzés, viszont egy nagyon meg vagyok ijedve. A Használd a képzeletet című tárlatot február 17-ig lehet megtekinteni az MMK-ban. Ezután Kulcson is kiállítják Éli Irián képeit. Körülbelül 2 éve foglalkoznak a gyermekkönyvtárban papírszínházas előadással. Csütörtökön a Csizmás Kandúr című mesét adták elő a gyerekeknek.
Interaktív mesedélutára várták a gyerekeket csütörtökön a József Attila könyvtár gyermekkönyvtárában. Az intézmény dolgozói egy kitalálós játékra hívták először a kicsiket. Egy valaki kiállt, rajzot akasztottak a nyakába, a többieknek pedig körbe kellett írni, hogy milyen tulajdonságai, képességei vannak. Ez alapján kellett kitalálni, hogy melyik mesehőst ábrázolja a rajz, legyen az varázsló, béka királyfi vagy hőslovag. Ezután előkerült egy doboz, amelyben a Csizmás Kandúr című mese elevenedett meg, méghozzá papírszínház előadásként. A mai előadást úgy hirdettük meg, hogy 6-tól 99 éves korig, tehát bárki eljöhet és nézheti. Ez egy nagyon régmúltra tekinthető vissza ez az előadás, papírszínház, amely még a 8. században a japánoktól ered, és ezzel szórakoztatták az embereket. Ez végül is olyan, mint egy meseolvasás színházi élményét tevő foglalkozás. A meseolvasó illusztrált képeket húz elő a dobozból, a papír hátoldalán van a szöveg, így haladnak a mese történetével. Különböző illusztrátorok, kortárs illusztrátoroknak a munkái láthatók benne, és a lényeg az egésznek az, hogy ezt mesekörítésbe adjuk elő. Tehát lesz egy ráhangolódó játék, ami illeszkedik a meséhez, meg a farsanghoz, mert farsangi időszakban vagyunk már, és a végén egy levezető játék, amelyben megbeszéljük a szereplőket, meg egyáltalán mi az a molnár, meg lesz állathangverseny, és lesz még ilyen cica kiolvasó játék is. Mint azt Törökné Antal Mária elmondta, körülbelül 2 éve foglalkoznak papírszínházi előadással. Több alkalommal is szerveztek ilyen mesedélutánt, amelyet a visszajelzések alapján várnak és szeretnek is a gyerekek. A Vándorszínész mesél címmel Pap János színművész tartott előadást múlt szombaton a Bartók Kamara Színházban. Úti naplójában kalandjairól, zarándok útjairól, több száz kilométeres hátizsákos túráiról osztotta meg élményeit a közönséggel. Az utazások mellett színészi munkásságáról és Dunajvároshoz kötődő emlékeiről is beszélgettünk. Különleges, izgalmas előadásra várták a kultúra kedvelőit szombaton este a Bartók Színházba, Pap János tolmácsolásában. Ám a Gobbi Hilda életműdíjas színművész nem egy darab szereplőjeként állt a publikum elé, hanem saját kalandjainak, zarándok útjainak élményeit mesélte el a közönségnek. Azért én kijavítanám annyiban, hogy ez mégiscsak szerep. Mégpedig jelesül ugye az a sorozatnak a címe, ennek az útinapló sorozatnak, hogy a Vándor színész mesél. Vándor kötőjel színész mesél. Mert ugye más fogalmat takar a vándor színész, és így kötőjellel meg azt akarja, hogy van egy vándor, aki amúgy foglalkozását tekintve színész, megírja az útinaplót a túrájáról, és azt önálló esként zenével, képekkel, versekkel gazdagítva, mint egy színházi monológot előadja. Tehát mégiscsak szerepez, és mégiscsak abban viszont tökéletesen igaza van, hogy az én vagyok. Az én élményem, az én legmélyebb benyomásaim, a túrán szerzett benyomásaim, amiket nem egyedül járok végig általában, hanem a feleségemmel, akinek én igyekszem méltó társa lenni, mert mindenben jobb természetesen, mint én. És az indítatást pedig oda eredeztethetem, hogy hát falusi gyerek vagyok, a falusi ember mindenhova gyalogjár, és ez az igény, ez megmaradt akkor is, amikor én a fővárosba kerültem a színművészeti főiskolára, akkor még főiskola volt, és hamar kiderült, hogy Budapest egy rendkívül jó hely ebből a szempontból. Fél óra alatt az ember busszal, villamosal a hegyek között van, és szedheti a lábát a szebbnél szebb helyeken. És ez szépen egész életem során így megmaradt. Az a nagy utazásra, a nagy utazások sorára viszont az El Camino indított el. Jól lehet, 84-ben már azt a bizonyos 1,5 millió lépést Magyarországon megtettem az országos kék túrán, de a nagy, több száz kilométeres hátizsákos túráknak a sorát azt az El Camino indította el. Jelesül egykori barátom, tanítványom, egykori tanítványom, barátom, ez a helyes sorát, bocsánat, Bódi Gergő volt, aki elmesélte, hogy ő végigjárt az El Camino-t, és ez milyen volt. A feleségem azonnal lecsapott rá, ezen nekünk el kell indulnunk. Elindultunk, és ez aztán elindította a túráknak a sorát, a következő év Lapföld, aztán Japán, Skócia, Himalája, Peru, Írország, így
szépen sorjáztak. És ezeket én mindig megírom útinaprónak, könyvben is megjelenik, és útinapró előadásként. Ez a Dunaújvárosi, ez a mai, a 174. útinapró előadás lesz. Mint az Pap János, aki sokat szinkronizálja Morgan Freement is, elmondta, nagyon sokat barangolt Magyarország különböző tájain, de a több száz kilométeres hátizsákos túrák, utazások sorát El Camino indította el. Ha semmi más nem mesélnék az El Camino-ról, akkor is megérteni mindenki, hogy tulajdonképpen mi is az, ami áthatja ezt az utat. Santiago határában, Monte de Gózónál, a Zarándok emlékműnél villognak a vakuk, a miénk is. Aztán leereszkedünk a városba. Szomorú vagyok, hogy nem érzek semmi beteljesülés, kielégülés, megdicsőülés félét. Zsuzsa sem. Talán majd a katedrálisnál. A város szélén egy zarándok szállás kínálja magát egy lépcsősor alján. Tétován megállunk. Tétovák a kedves német lányok is, akikkel már többször találkoztunk, az út elejétől szinte egy ritmusban haladtunk. Dönteni kell. Szállásfoglalás itt, zsákok le, fürdés után séta a katedrálishoz. Vagy piszkosan, porosan, izzadtan, fáradtan, zsákostul be az aszfalton még vagy 2 kilométer. A német lányok indulnak, mi beszállásolunk. Az ilyen döntést, az ilyen pillanatot hívják a drámákban tragikus vétségnek. Mert nem lehet 2 kilométerrel a cél előtt letenni a 800 kilométer óta cipelt hátizsákot, lefürödni és lazán, elegánsan besétálni a katedrálishoz. Nem, ilyen nincs, aki így tesz, az úgy jár, mint mi. Először is, nem lazán és elegánsan sétálunk be a katedrálishoz, hiszen úgy döntöttem, hogy elég a bakancsból és strandpapucsban vágok neki az aszfaltnak, amíg nem veszünk egy könnyű váltócipőt. A bakancs után olyan szokatlan ez a járeszköz, hogy bármelyik pingvin lehagyna. A cipőt megvesszük, hogy annál nagyobb iramban haladhassunk a pokoli végzet felé. Mert ugyan flottul elintézünk mindent, bemutatjuk telepecsételt zarándok útlevelünket az irodán, és átvesszük a kiérdemelt diplománkat, beszerezzük az információkat a Santiago utáni 90 kilométerre, Fiszterréig, visszaúti előkészületeket is megteszünk, megkezdődnek a bilbaói szállásfoglalások és a buszjegy megvásárlása. Mégis úgy összeveszünk, mint boldogult ifjú házaskorunkban. Zengőn kíméletlenül. De miért? És hol az út válságtompító, gyógyító ereje? Megmutatja magát. Mintha érintésre elhallgatunk, magunkba fordulunk, még váltunk néhány csendes, semleges szót, és némán visszaindulunk az zarándok szállásra. Nem. Mi még nem érkeztünk meg. Mi még, mint Mózes, megálltunk az ígéret földjének kapujában. Majd holnap. Holnap reggel fölvesszük a hátizsákunkat, és megtesszük az utolsó 2 kilométert a katedrálisig. Szeptember 13-a, Santiago de Compostela, Negreira, 21 kilométer. Megtettük az utolsó 2 kilométert a katedrálisig. A zarándok misét nem várjuk meg, pedig ma hirdetnek ki bennünket. Ma 2 magyar testvérünk érkezett Saint-Jean-Pied-de-Portból Santiago de Compostelába. Majd, ha megtettük a Fiszterréig ránk váró 90 kilométert, visszatérünk, majd akkor. Majd akkor megint eljövünk a katedrálishoz, ahol minden nap déli 12-kor zarándok mise van. Más kultúrával ismerkedik meg az ember, ha nyitott arra a világra, ahova megérkezik, akkor nagyon-nagyon gazdagon jön vissza. Mert mi nem nagyon készülünk fel ezekre a túrákra. Fizikailag igen, de hogy arról az országról mindent tudjak, meg minden látnivaló itt legyen a fejemben, meg könyvek sorát végigolvassam előtte, nem. Oda megyek, és nyitott vagyok az ottani világra, az ottani emberekre. És ettől ők a tenyerükön hordoznak. Mert egy hét alatt skótabbak vagyunk a skótnál, inkább az inkánál is, japánok a japánnál. És ez olyan plusz élmény,
a látottakon, mert azért sok mindent megnézünk és látunk. Ez az igazi élmény. Az ott élő emberek világába beleilleszkedni, és amit csak lehet megtanulni tőlük, elszippantani azt a jót, amit adni tudnak, de akár a rosszat is. A világ számos pontját bejárta már, Lapföldtől a Himalája csúcsán át Peruig. Ezeket a kalandokat útinaplóban írta meg, megjelent könyvben is, és személyes hangvételű, ezernyi képpel, zenével, versekkel gazdagított egyszemélyes előadásában pedig elmeséli a színházi közönségnek is. A Dunajvárosi volt a 174. ilyen útinapló. A legutóbbi nagy élmény az Korzika volt. Volt aztán utána még más is, de a nagy gyalogos élmények közül a legutóbbi az Korzika volt. A legnagyobb kihívás volt furcsa módon. A Himalájánál, az Andoknál, a Sierra Nevadánál nagyobb kihívás volt Korzika. A GR-ben, a GR-20 út, amiről az útikönyv azt írja, hogy Európa legszebb és legnehezebb magas hegyi túraútvonala, valóban az. A francia idegen légiósok kiképző terepe, amúgy. Ezt végigjárni, ezt a 200 kilométert hihetetlen nagy kihívás volt. De ugyanolyan nagy élmény rá két évre, azt hiszem tavaly előtt volt, vagy tavaly volt, már nem is tudom, a Dunavölgy bringatúra, Donau-Esingentől a Duna forrásától Pozsonyig, 1000 kilométer biciklivel. Csodálatos. Ennyi sok-sok túra, élmény után persze még mindig vannak olyan úti célok, ahová nagyon szívesen eljutna, vagy visszamenne. Hát az én nagy vágyam az remélem teljesül, hogy visszamenni Írországba, de nem gyalog, hanem ekószekérrel. Egy hétig legalább barangolni. Kap az ember egy lovat, egy ekószekeret, amit van konyha, a fekvőhely, mi egyéb, azt mondják, hogy ez a ló eleje, ez a vége, viszontlátásra. És akkor egy hét múlva az ember, és vannak pontok, ahol lehet szállást foglalni, vagy helyet foglalni, a lovat kikötni, zaboltatni, stb. De ez nagy vágyam. Természetesen összekötve a Guinness-szel, a Guinness sörrel, amit az írországi pubokban az ember fölhajt egy-egy, hát szóval gyakorta. Ugyanilyen nagy élmény lesz, remélem, amit egy nagy csapattal akarunk megcsinálni, Izland körbe terepjáróval. Ott nem jó gyalogolni. Pap János szívesen mesélt arról, amikor először járt Dunajvárosban, az épülő új városban, ahová azóta számtalanszor visszatért. 2017. decemberében a Bartokban is színpadra állt, a Mi kis városunk című két felvonásos drámát ekkor mutatták be. Mindig, ahogy ideérek Dunajvárosban, balra ott vannak magasan azok az emeletes lakóházak. Azokat akkor, amikor én először gimnazistaként, az nagyon régen volt, 50 éve. De itt jártam tanulmányi kiránduláson Dunaújvárosba az iskolámmal, a Marcali gimnáziummal, jelesül az Somogyi, ma már kisváros Marcaliból, akkor ezeket a lakásokat, házokat még akkor nem adták át a lakóknak. És mi az egyikben laktunk, és mindig fölnézek rá, és eszembe jut az 50 évvel ezelőtti élmény. De aztán utána még sokszor voltam Dunaújvárosban, színházzal is természetesen, vendégjáték a különböző színházakkal, amikben életem során játszottam. De hát a legfontosabb az tavaly a Mi kis városunk című Dunaújvárosi színháznak az előadása, amiben a rendező szerepében tündökölhettem, és imádtam, nagyon-nagyon szerettem. Természetesen színészi munkásságáról is szót ejtettünk Pap Jánossal. Az elmúlt időszakban komoly témájú darabokban dolgozott. Most volt a bemutató vasárnap, január 6-án, Ödön von Horváth, Kazimir és Karolin című darabjának a bemutatója a Centrál Színházban, Alföldi Róbert rendezésében. Nekem azon kevés, hogy is mondjam, a színházi pályámat meghatározó előadások egyike, amit, mint mondtam, hát 50 éve a pályán vagyok.
De ez nagyon-nagyon mély és erős benyomást tett rám, és hihetetlen jó munka volt Alföldi Robival. De most mindjárt elkezdünk próbálni egy hajléktalanok írásaiból készülő előadást, ugyancsak a Centrálban lesz a bemutatója, Kakaós Csiga címmel, majd valamikor áprilisban lesz a bemutató, ez egy egyszemélyes. Én leszek benne minden. A kislány, a kisfiú, a másik férfi, az asszony, a halál, minden én leszek benne. És animációkkal tarkítva egy furcsa, nagyon-nagyon érdekes előadás lesz. És mind-mind hajléktalanok írásai. Abból készül a darab. Utána pedig még Orlai produkcióban egy Michael Frayn nevű angol írónak a Vadmész című darabjában. Tehát idén még lesz két bemutató. A 70 évemmel egy évben három bemutató kicsit sok. Színház, könyv, bemutatók, előadások, utikalandok, világjárás. Pap János nem unatkozik, teljes erőbedobással dolgozik, és eszében sincs lazítani, megállni. Erről üzen az úti naplóban is a közönségnek. Ha menni kell, el camino. Tehát menni kell, ez az üzenete. El kell indulni, gazdagodni, gyűjteni az élményeket. És annak az egyik legjobb terepe az az el camino, ami egy híres, egy világhíres út, bár nekünk idehaza Magyarországon is van ilyen utunk, ami hát jó lenne, hogyha, ahogy a spanyolok büszkék arra, hogyha megtesznek legalább 100 kilométert az El Camino-n, minden magyar büszke lenne arra, hogy legalább 100 kilométert megtesz az országos kék körön. Áprili Lajos, a csavargó a halálra gondol. Uram, a tél bevert a templomodba. Álltam vaspántos portádon belül, s ámulva néztem botrafont kezemre sugárban omló fényességedet. Térdelt a nép, én álltam egyedül, úgy hallgattam, amit beszélt papod. Ez világot szívedben megutáljad, és úgy menj ki belőle mesztelen. Uram, te ezt így nem akarhatod. Tudom, hogy földed nagy területéből egyetlen barlangod jutott nekem, s megreng az is, ha viharod zenéje végig robajlik fenn a tölgyeken. De ha tavaszod jő, enyém az erdő, és jó hozzám az erdő, ennem ad. Rigó szavaddal kelt a kora reggel, s odvamba surran este sűnfiad. Gazdám a nyár, az ősszel hult levéllel új őszig minden gondot eltemet. Mezítláb járom harmatos meződet, s verőfényet fűrözti mellemet. S ha kóborolni küld a nyugtalanság, s nótázva fut mellettem patakod, kurjantással köszöntöm kék lakásod, s fütyörészem. S uram, te hallgatod. Zöld asztalomon vadgyümölcs az étel, otthon kínáló tűz nem int felém. De mondd, volt-e valaha szép világod valaki úgy, ahogy az enyém? Ha menni kell, vállamról rongyruhámat egy rántítással elhulladhatom, saruim szia sem marad velem. Uram, utálni nem tudom világod, de indulhatok, amikor kívánod. Igéd szerint egészen mesztelen. Ennyi fért mai műsorunkba. A Kultúrköz friss adásával legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.